Kezelhető a mieloma multiplex ganaterápiával. Ez a betegség a csontvelő plazmasejtjeinek az elrákosodását jelenti, és ebből a videóból megtudhatod, hogy mit értünk el 3 hét alatt ezzel a betegséggel. A napokban kaptam a visszajelzést egy fiatal hölgytől, aki csak a spirulinát alkalmazta erre, és 8 tablettát fogyasztott belőle, nem akármilyen spirulinából, hanem a DXN-nek a spirulinájából. És a visszajelzése szerint 62 lett a hemoglobin szintje, ami az ő esetében valami óriási eredmény, továbbra is szüksége volt a transzfúzióra, természetesen vérátömlesztésre, de ő neki nagyon-nagyon régóta, hónapok óta nem volt ennyire magas, hogy 62 lett volna. Én tovább javasoltam mellé még a GL-port is, amelyik mindenféle daganatos betegségnél nagyon jó, és nagyon kíváncsian várom, hogy mi alakul néhány hónap múlva ebből a betegségből. Figyelem fontos! Azok a történetek, amiket elmesélek, igazak, de egyediek. Ugyanúgy, ahogy a te szervezeted is egyedi. Ezért semmilyen garancia nincs arra, hogy pontosan ugyanúgy fog reagálni ezekre a készítményekre, mint más emberé. Ezért, ha valamelyik videón felkeltette az érdeklődésedet, mielőtt valahol vásárolsz termékeket, vedd fel velem a kapcsolatot, és beszéljük meg. Szeretném ismerni a táplálkozási szokásaidat, az életmódodat, esetleg a tüneteidet pontosan, mert akkor sokkal jobb tanácsot fogok tudni adni, amiért aztán vállalom is a felelősséget.